Tájékoztatás és együttműködés. Ez lehetne a motója annak a szakmai értekezletnek, melyet a megye jegyzői számára szervez rendszeresen a Heves megyei kormányhivatal. A mostani rendezvényen 7 szakmai előadást hallgathattak meg a jegyzők. Szó volt például a hatósági jogalkalmazással, a pedagógus életpályamodell bevezetésével és a kommunális hulladékszállítással kapcsolatos változásokról. Az utóbbi kapcsán Horváth László kormány megbízott elmondta, a rezsicsökkentés miatt a szemétszállítás költségeit is mérsékelniük kell a szolgáltatóknak, de van olyan szolgáltató, amelyik a költségeket az önkormányzatra hárítaná. Így erről a témáról és az ezzel kapcsolatos jogszabályváltozásokról is beszélni kell. Ugyancsak fontos napirendi pontja volt az értekezletnek a közfoglalkoztatás ügye. A közfoglalkoztatásban, a téli időszakban egy újabb jelentős bővülésre lehet számítani, tehát próbálunk az eddigieknél is több ember bevonni a közfoglalkoztatásba, és itt természetesen a jegyzőknek, az önkormányzatoknak, a járási hivataloknak, a munkaügyi központnak nagyon szoros napi együttműködésben kell működniük. Az országos téli közmunkaprogramban mintegy 200 000 fő vesz részt, megyei szinten 8-9 ezer embert érint majd.